eljöttünk ide Dombóvárra, egy végrehajtó irodához, aki helyben tevékenykedik Erzsébettel, hogy az ügyében lévő anomáliákra rákérdezzünk. Ugye Dombóvár és Kazincbarcika távolság az meglehetősen nagy, így a előre megkért időpontra nem sikerült ideérnünk ugye a úton lévő dugók miatt, és ezért ide ellátogattunk. Megérkeztünk késve, de ahogy láthatták a nézők is, megjelenésünk folytán ugye rögtön kijött, és a ügyfélfogadási időn kívül is egyébként szóba állt velünk a végrehajtó, és egy új időpontot sikerült megkapnunk tőle, hogy nem sokára be fogunk menni a végrehajtó irodába. Itt, ami mögöttem látható, dr. Csoboz Elemér önálló bírósági végrehajtóhoz. Azért is néztem így hátra, mert annyi végrehajtó, meg végrehajtó helyettes neve van a fejemben. Egyszer lemondják, egyszer felfüggesztik őket, újakat neveznek ki, börtönbe juttatjuk őket, hogy muszáj leellenőriznem, hogy pontosan most kinél is járunk, mert nagyon sok végrehajtói panasz is érkezik, és ezáltal nagyon sok végrehajtói név is van a fejemben. De akkor meg is kérdezném Erzsébetet, hogy pontosan mi is ez az ügy, mert ugye már mi nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, pont a Osztányi Döme Ákos miatt keresett meg a Erzsébet, emlékeim szerint. Ugye ő volt az az egyik végrehajtó, aki a Schadl-Völner botrányban ugye kenőpénzt adott át a vád szerint a dr. Schadl Györgynek, hogy ugye illetékességet, a végrehajtói irodát megkaphassa. Ugye ez több száz millió forintot is jelentett ugye a több végrehajtó körül, és már ott is voltak problémák a végrehajtási eljárásban, és pont ezt jelezte felém Erzsébet, de azóta nagyon sok megmérettetésen és végrehajtó cserén is átesett Erzsébet sajnos, és ez is nagyon jól mutatja, hogy milyen problémák és anomáliák vannak a végrehajtásban. Pontosan miért volt ilyen sok végrehajtó ebben az ügyben? Mert ugye pont ezt is meg szeretnénk majd kérdezni a mostani végrehajtótól, hogy mi történt itt? Hát ez az ügy hosszúra nyúlik vissza. 2008-ban cserélt a férjem egy teherautót, és dr. Nyilati Ferenc, Kristály Leasing ZRT, Szekszárd-Tinódi utca 5 számú tulajdonosa adott 3 millió forintot a teherautóra, és a mi 3 millió 200 ezer forintos teherautót becseréltük, és vettünk egy Iveco Magirust, és 3 hónapra munkanélkül maradt a férjem. A felmondásra került. Bementem hozzá, még nem mondta fel, hogy legyen olyan kedves, és vegye vissza a teherautót, mert úgy néz ki, hogy nincs munka, számoljunk el mindenképpen, mert ebből nem szeretnék későbbiebben problémát. Ígéretéhez híven nem ezt tette, hanem 3 hónap után felmondta a munkaszerződést, felmondta a szerződést, a hitelszerződést, a teherautóra, és kiállítatott egy végrehajtási lapot, amit egy másik ügyvédnek odaadtam. Dr. Sümegi Helga nem mondott ellent a végrehajtási lapnak. Kötöttünk egy egyességet a dr. Nyilati Ferenccel, kifizettük általa kért 4 millió forintot egy összegbe, ellenben ő nem adta oda a teherautó törzskönyvét és a tulajdonjogát, és gyakorlatilag onnantól kezdődött a végrehajtás. Bozsár Kálmán volt az első végrehajtó, akit bíróságra vittünk, megnyert ítéletünk volt, gyakorlatilag a Bozsár Kálmánt megbüntette, maga a kúria kártérítésre kötelezte. A végrehajtási eljárás befejezetnek tekintették, de dr. Nyilati Ferenc nem tekintette befejezetnek, azóta is egyfolytában végrehajtóhoz adja, még pedig úgy, hogy felmegy a dr. Takács Katalin, Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jelenlegi még hivatalvezetőjéhez, és akkor osszák egyik végrehajtótól a másikig. És amiért itt vagyunk a dr. Csoboz Elemér irodájában, az, hogy dr. Ordas Viktória volt az előző végrehajtó, aki letiltatta ugye a Nyilati Ferenc ő általa vélt tartozást, és ez gyakorlatilag a letiltást a dr. Ordas Viktória végrehajtotta, de a letiltott összeggel nem számolt el. És ugye járásbíróságon, a Tamási járásbíróságon
megtámadtuk, hogy nem egyezik a letiltási összeg az ő általa kimutatott összeggel. És a kettő között január 15-ig volt 361 ezer, azóta már 570 ezer forint. Amivel nem tudott elszámolni. Amivel nem számolt el, és ugye nem számolt el dr. Ordas Viktória. Háromszor kértük, hogy tegye meg és számolja el, nem tette. És a Tamási Járásbíróság nem végezte el a munkáját, mert gyakorlatilag azt kértük, hogy egy pénzügyi szakértőt helyezzen ki, és vizsgálják felül, és állítsa meg a végrehajtást mindaddig, ameddig nem tisztázódik a pénz kérdése. És a Tamási Járásbíróság hozott november 24-én egy végzést, ami végzésbe azt nem is postázta ki, amiben Ordas Viktória saját magára elfogultságot jelentett be, és ezáltal a bíróság nem járt el az ügybe hivatalosan, hanem az Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz felhelyezte a mi ügyünket újra, és lekerült dr. Csoboz Elemérhez, akinek kiadták végrehajtásra. Dr. Csoboz Elemér írt egy levelet, hogy megkapta az ügyet, neki a Bírósági Végrehajtói Kar kihelyezte, és a második levele az volt, hogy elküldte a letiltást a nyugdíjintézet, nyugdíjfolyósítóhoz, mindenhez, és gyakorlatilag nem csinált semmit, és most viszont dr. Csoboz Elemér olyan hamis tényállításokat tett a bíróság fele, ami megváltoztatta a bíróság elfogultság történt, mert gyakorlatilag ő azt mondta, hogy érdemben ne hozzon döntést a bíróság a mi ügyünkbe, és a másik, hogy gyakorlatilag Csoboz Elemér olyan hamis tényállításokat tett, hogy Tolna vármegye összes végrehajtójánál megfordult a mi ügyünk, és én minden végrehajtót elfogultnak tekintettem, és ezért történt az, hogy dr. Ordas Viktória mondatait átvette, és ez került a bíróságra, és elfogultságot tapasztaltunk a bíróságra is. Hogy ő volt az egyedüli a végrehajtó itt a megyében, aki ellen ugye ilyen szinten fellépett. Ugye igen. Az összes többi az más okból kifolyólag lett túl, úgymond az ügyön. Igen. Hány végrehajtó volt a ügyében? 10. 10 végrehajtó. Hát 10. Az rengeteg. Igen. Az még végrehajtóból is sok, nem igen. Hogy csak egy ügyből. Igen. Tekintettel arra, hogy az első végrehajtót pontosan azért büntették meg, mert olyan súlyos eljárásjogi hibákat követett el, amiért maga a kúria kártérítésre kötelezte a családommal szembe. És ezáltal, hogyha az a végrehajtó elkövette, folyamatosan jogellenes végrehajtás folyik a családom és ellenem, mindattól függetlenül, hogy a teherautót, azt nem kaptuk meg a törzskönyvet, a tulajdonjogot sem, a 4 milliós átutalás után sem, amit a dr. Nyirati Ferenc állapított meg, és akkor még nem voltunk bírósági eljárás alatt. És a gépjárművet ugye nem is tudják használni, nem ott tudjuk, áll az ingatlanjukon. Így van, ugye ott áll az udvarba, és tehetetlenek vagyunk. A férjemnek a cégét végelszámoltatta, és kivonatta a teherautót a forgalomból, és gyakorlatilag teljesen használhatatlan. És az a veszteség is ért a másik teherautó, amit becseréltünk, és plusz a pénz, amit kifizettünk. Kijöttünk a végrehajtó irodából. Ugye tudni kell, hogy elég szövevényes ez az ügy, és nagyon régre is visszanyúlik a problémának a gyökere, és majdhogy nem 2 órát töltöttünk benne a végrehajtóval, hogy pontosan fel tudjuk tárni, hogy mi is lett ez a probléma, illetőleg ezt a nézeteltérést is megpróbáltuk feloldani, ugye amit az előbb említettünk is, ugye itt a végrehajtó nyilatkozatával kapcsolatban, hogy itt született egy félreértés, de szerencsére ezt a két fél között rendezni tudtuk az előző órákban, és megpróbáltuk ezt orvosolni. Erzsébet, te hogy élted meg ezt a
megbeszélést. Én nagyon örülök neki, hogy dr. Fiszter Zsuzsanna itt áll mellettem, mert az ő érdeme az, hogy a végrehajtó úr érdemben foglalkozott ügyünkkel, és én azt gondolom, hogy a te kezedben van a megoldás, és te meg is fogod tudni oldani a hosszú szövevényes ügyünket. A végrehajtó úr is partner volt ez ügybe. Igen, köszönöm szépen. Ugye, ahogy el is lett mondva, ez egy elég szövevényes ügy, sőt, ennek az alapja és az a követelés kezelőig nyúlik vissza, ahogy megnéztük. Ugye itt, ahogy már felvezetőben is említettem, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy egy követelés kezelőkre végre valahára születhessen is egy törvény, mivel ennek hiányában ugye teljes egészében majdhogy nem a végrehajtási eljárásoknak az ura, és ugye ő irányíthatja így a végrehajtásokat, és teljes egészében a kontrollt ezek a hién a követelés kezelő cégek viszik végbe az adósok nyomorára, és ugye vagy nem akarnak megállapodni, vagy nem sikerül megállapodást kötni, vagy nem állnak szóba az adóssal, mint ahogy Erzsébet ügyékkel és ügyékben is lehet látni, hogy többszöri próbálkozásuk ellenére sem volt hajlandó a követelés kezelő egyébként nyilatkozatot tenni, sem megállapodni a ügyben, és pont ezért soha nem fogy el a tartozások, annak ellenére, hogy letiltás van folyamatban. A végrehajtóval ugye átbeszéltük a ügyeket, az ügyet, és a továbbiakban pedig ugye, mint a parlamentben is, be fogjuk nyújtani az ehhez szükséges törvénymódosító javaslatokat, hogy igenis végre egy emberséges, egy adósbarát és igazságos végrehajtási eljárás keret születhessen Magyarországon, aminek ugye részesei a cinkos közjegyzők, a hién a követeléskezelők és a népnyúzó végrehajtók is, és pont ezekért ugye a jövőben is fel fogunk lépni, és el fogunk látogatni, legyen az akár követeléskezelő cég, vagy végrehajtó iroda, még ha nem is engednek be minket, mivel nem járulnak hozzá a hang- és képfelvétel készítéséhez, mi akkor is a jövőben az adósok oldalán állunk, és a igazságérzetüket mindenféleképpen helyi szinten, illetve a parlamentben, vagy az utcán, vagy kilakoltatásokon érvényesíteni fogja a Mi Hazánk mozgalom.